Szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, hogy szerb kulturális központot építenek a településen. A célközönség az Erzsébet fürdőbe járó nagyszámú szerb turista lenne. Építünk egy szerb kulturális központot egy nagyszerű partnerségben, amely Novi Sáddal, Újvidékkel, Szabadkával, a Dunakörös Marosti Szeuró régió és Mórahalommal fogja ezt a programot megvalósítani. Ennek egy másik eleme Palicson egy magyar kulturális központ, és ez a két kulturális központ együttműködésében a határt átívelve fogja kialakítani és acélosítani azt a kulturális kínálati rendszert, amellyel azt gondolom, hogy gazdagítani fogjuk a délalföldi kulturális turisztikai kínálatot is. A mórahalmi fejlesztésekről csak a sajtóból értesült a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, őket nem keresték meg a projekt kapcsán. Ennek ellenére támogatják a beruházást, hiszen a Szegeden élő 1400 főnyi szerb kisebbségnek is érdekesek lehetnek az alig 20 kilométerre szervezett programok. Nem halad viszont Szegeden az egykori 100-szor szép gyermekház átalakítása szerb oktatási központtá. A kormány határozat szerint 232 millió forintból május 31-ig kellene rendbe tenni az épületet, de még hozzá sem kezdtek a munkához. A problémáknak a kiküszöbölésére arra ez a 232 millió forint, ez nagyon kevés, ehhez még pénzt kell keresni, szerezni, és szerintem azért nem is indul el a felújítás, mert ez a pénz nem elég erre, és gondolom, hogy még mindig lobbizni kell valahol, vagy az anyaországba, Szerbiában, hogy támogatást valami úton módon. Ha ez nem megy, én szerintem a végkimenetele az lesz, hogy egy uniós pályázatot kellene írni. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint az országos elnökségtől olyan információk érkeztek, hogy amennyiben nem kapnak plusz forrásokat, a szerb oktatási központ felújítása az eredeti május 31-i határidő helyett akár a jövő évre is áthúzódhat.